Na, sziasztok gyerekek! Húha! Eredetileg ez a gameplay, ez a gameplay csatornára készült volna, de hát nem. Na szóval, Istivel csináltunk egy FIFA videót, mert kihívott egy ilyen, ilyen kihívásra, hogy csináljunk FIFA-t, és akkor aki nyer, az, vagy aki vesz itt, az csinál az állatáról egy olyat, hogy el kell adnia nektek. Tehát, hogy ez itt a pisszel, nagyon jót, bla bla bla, tehát értitek? És annyira jól sikerült ez az egész, hogy én úgy gondoltam, erre a csatornára töltöm fel. Több ilyen itt nem lesz. Minden más FIFA videó az ott van a gameplay csatornán, aminek itt van a linkje. Rá tudtok ide kattintani, fel tudtok oda iratkozni. Na de akkor most nézzük is, hogy milyen lett ez a gameplay. Várjál, legyen Bolívia, Új-Zéland, az mindkettő három csillagos. Bolívia? Leszel Új-Zéland? Nekem mind, tényleg mindegy. Nem már, én Bolívia akarok lenni. Én meg Új-Zéland. Várjál. Nem már, én Bolívia akarok lenni. Oké. Okay. Jó, akkor Brazil mehetünk. Bolívia, rendben, választás, oké. Okay. Ez ilyen Tesco-ban, amikor volt a BB. A Decathlonban rányomtatták a izébe. Decathlon, fú, az a mez, de csinálj már. Úristen. Az a fekete az még úgy el is megy. De tényleg ez a tipikus, hogy a balatoni vásárokban. Igen, igen, igen. Várjál most, ki van otthon? Ki a Én. Vendég? Te vagy otthon, akkor legyél te fehér, nem? Hát tényleg mindegy, tehát... Akkor... De nem, ne legyél zöld, ne legyél zöld, inkább leszek fekete, mert zöld a pálya is. Hú, tényleg, hú, de okos az ember, azt jó. Na várjál. Jó, akkor simán, ugye? Várjál, csapat kell, azért megnézem a rostert, jó? Várjál, a keretet, azért meg kell nézni. 63-as, 64-es. Úristen, van egy 71-esem. Várjál, nekem is, nekem van egy 77-esem. Oh. Azért ő a sztárjátékos, Marcello Moreno. Nekem van 75-ösöm, menj a picsába. Akkor le foglak alázni. Pedro Portugélió, Spanyolország mérkőzésvezetők, barátságos. Pedro amúgy, de mindegy. Pazeg, itt a játékvezető jobb, mint a csapatok. Amúgy igen, J. Moss, Albertos. Na, nyomjuk. V. Zigmund Freud, mehet? Nyomjuk, persze. Oké, okay, my baby, my lady. Rendben van, akkor most már tényleg nekiállunk. Figyeld! Ojajajaj! Ojajajaj! Nagyon OP! Nagyon OP! Add ide, jó? Lányok, az Indiana Jones-ban lelövi azt a csávon. Jaj, ne! Ó! Ez nagyon szép volt. Nagyon szép játék volt, Istvánom. Rendben van. Na ide figyeljél. Ó, megakasztott! De miért veszed ele velem? Picsoda, azért mert játszunk, nem? Miért veszed el a labdát? Miért veszed el? Az igen, fejbe küldi, itt bunyó lesz még meccs végén. Nyugi. Gyerünk, figyelj, micsoda basz! Ne! Ott a lehetőség! Ne! Arcuma kéro! Na, innentől kezdve aztán oda állunk. Apám, micsoda! De hogy mellé fejelt a csávó? Igen, ne haragudjék kint, hogy beszakadt a dobhártyád, de én nagyon örülök, hogyha rugok egy gólt ebben a játékban, nagyon szarul benne. Ezt csak úgy mondom. Talán a védelem, ami ebben jobban megy, mint az NBA-ben. De miért veszed könnyebb? El? Hát miért veszed el? Nem, hanem nekem ez nem természetes, érted, hogy így... Igen, meg gondolom, mi az, kezdő módon játszol a kép ellen mindig. Haver, az nagyon veszélyes volt. Jó a kapusunk, jó a bolíviai kapus. Nincs semmi kifogásolni való. Ne, fuss el! Marcello Moreno! Moreno! Basz, ki 11-el? Lehet, hogy el lesz adva a macsek. Piros! Ne! Piros lapot kapott! Miért? Hogy fut? Hogy áll a feje? Opa! Hát egy picit oda csapott, na. Jobban megsérült itt. Na Moreno! Moreno, figyeljél! Figyeljél! Túl erős! Basszus! Nem baj, 1-0 maradsz. Jó van, esélyek azok nem rosszak. Most csak az lenne jó, hogy telne az idő. Az mi volt? Nem tudom, teljen már az idő. Inkább megvettem, hogy elizéljen húzni az időt. Te miért belerúgja? Tudsz veszíteni amúgy, ja, de rájöttem. Persze, tudom. Nem fogsz ugye itt nekem nem fogunk összeveszni. Nem, csak rájöttem, hogy ez nem az én ultimate csapatom, úgyhogy... Hát ez nem egészen, ez Bolívia, és jó, akkor megnyugodtam, akkor semmi probléma.
Rúgtál te, Nyomi! Ú, basszus, majdnem megint megakadtál. Igen, hozzá vagy sokkal az arany játékosokhoz, gondolom. Igen. Én meg ugye semmihez nem vagyok hozzászokott, nekem ez most csak olyan, hogy a Barcelonát irányítanám. Ne csináld. Oh! Ne! Ne, rá ne rúgj, hülye gyerek, jó. Oké, okay, ne, passzod le! Ne. Jó az, jó, nyugodjunk le. Nyugi. És bazzeg, bármikor visszad a labdát, ki van írva, hogy Hurkaburger, érted? Tehát annyira jó. Figyelj, milyen pici az ember! Figyelj, milyen pici! Milyen alacsony az a gyerek? Az Talmácsi. Oh! Milyen fél! Na nálam ez a cselezés. Jó az, az úgyis les lett volna. Les, persze. Persze, hogy. Jó, Moreno. Hoppa. Hol van Moreno? Nincs sehol. Azt tudom ki. Te figyelj, ahhoz képest, hogy a védekezés állítólag jó ennél a csapatnál, vagy hát... Ó, baszki! Hoppá! Igen, a védekezésben jobb vagy. Ó, ó! Ne, azt hittem bevédte! Azt hittem bevédte! Úrjuk. Melyikkel kell amúgy a kapust kihívni? Van egy olyan gomb. Y? Valamelyik, nem tudom. Hát nálam a 4-es gomb, tehát hogy... Jó, köszönöm, én egy kontroller használom, rendben. Én is. Na végre most már elég legyen, jó? Galárza sem bírja már ezt a kezdetben, milyen zsíros a haja. Tessék? Sorozlak ám. Sorozzol, ja. Kicsit át kéne venni a tempót, mert túl sokat van nálad a labda már. Hopsz! Fuss érte! Nem fut érte. Rendben, jó, oké. Okay. Nem! Oké. Okay. Jó, nyugodt vagyok, jó vagyok. Hogy megijesztették? Nem! Gárdozó! Oké, szia, ez jó volt. Hoppá! Azt nem érem el. Próbálgatom itt a lehetőségeimet. Lottolgatom. Anfield Patrick. Nem jó! Fuss érte, te nyomorék! Ó, ez az erő van szó! Baszki! Újzéla nem jó fejelésben. Nem, jó? Abszolút nem. Nem baj. Nekem ez nem baj. Jó, hát azt szerintem véd ki, jó? De hát ezeket hogy védi ki? Ugrania kell érte! Hát ez itt el kéne kapni, azt kész, annyi lenne a dolog. Nézd meg, ugrik érte. Hát nem olyan veszélyes az. Hát azért! Hát, mondjuk, jó, na. Na, hát nem értek a focihoz. Oké, okay, nagyon jó, nagyon jó, pont van ott egy ember, erre van szó. Jó. Hú, ez jó szartámadás lesz így. Oh shit, hát én cselezni nem tudok, igen. Én az a baj, kezded érezni a dolgot, az a baj. Kezdesz így öntudat ébredni, mint a Skynet. Kezdek lemenni a szintre, tehát megszokom ezt a csapatot. Oh, basszus, ne! Ezt úgy mondtam, mintha valami világklasszis lennék, és akkor... Igen! Hoppá! Igen! Mi ez, fél idő? Vagy mi történt? Nem, csináltál ott nekem valamit. Ezt nem tudom, hogy mi, de mindegy. Zsigmond! Bartos! Jó, gyerünk! Ezek a világklasszis játékosok kemények. Hoppá! Jó van, kiviszi szélre, semmi probléma. Nem viszi ki. Ó! Oh, ez figyelj. Mi volt? Bó! Ó! Ó! Bó! Double team! Hú! Oh, pedig az mi? Mekkora jó volt már! Na nézzük! Rúg be! Tetszene mi? Tetszene! Jó! Ó! Oh, gyerünk! Nagyon jó! Elöl! Ú, de szép passz! Azt a rohadt! Hát rágja meg a bokáját! Rágjam le a körmét. Nem! Nézd meg, megint ugrik érte! Folyton vesződik érte! Jó, 38 perc, jó, mindjárt fél idő vége van, nagyon jó. Legyen már vége a fél időnek. Kezdesz már nagyon öntudatrébred, mint a Skynet. Majd, jó! De egyébként most full védekezésre vagyok ám állítva. Az igen, azt veszem észre. Tehát majd második fél időben. Majd mindjárt eljön az új zéland. Majd aztán oda kensz. Ez igen. Azt, na látom, betődj figyelj. Érte, nem betődöm. Azt hittem tegezét is fog betődni. Jók ezek a kiadásaim, nem? Ezeket jobban meg kéne becsülnem, úgy érzem. Nem baj, jó az. Oh, hoppá! Shit!
Jó. Ez mi volt? Hát te most full védekezésen vagy, nem tudtad? Marcello Moreno! Hamon Serrano! Gyerünk! Azok a nevek. Ja. No! Basszus. Azok a hangok, amiket kiadok néha, most észreveszem. Válts már le a játékosra, hát már rég itt nyomkodom. Oh shit, oh shit, oh shit! Ez az! Oh, basszus, az új zélandi! Oh, Schmelz! Es Schmelz! Úgy, ez szép volt! Ez szép volt! Ez igen! Ez szép volt! Ez igen! Na jó, most már tényleg meg kell becsülnöm jobban a lehetőség. Basszus, pedig eddig olyan kényelmesen voltam! Egy nullal! Jó, most már elhúzom az időt, hogy a végén felhozod. Le kell téged itt mentálisan nyugtatni. Túlságosan benned van ez a győzelmi lehetőség. Nem. Fú, de jó ez a... Az a kis ember ott nagyon vicces egyébként. Nem! Nagyon jó, gyerünk hozzám! De ott a gól! Nem jó! De ott a gól! Saucedo! Saucedo a bolíviai állat! Az alfa hím! Oda passzoltam neked! Hát a tempó az nem sűrűn volt meg a lövésbe, de azért jó volt ez. Szaggatott volt az egész. Jó, most már tényleg elhúzzuk az időt, jó? Oké, 2-1, na, megmarad a kényelem. Jó. Hú, na, van egy kiállítás is egyébként. Gondolom az egyik 55-ös legalább. Gérnős a 75-ös sávodat. Á, biztos, hogy valami 75-ös truk... Nézzét ki, várja, mondom. Hú, de fáradtak, várjál! Jaj, hogy hátvédet, érted? 69-es hátvéd, az azért az... Nekem mondhatod. Na most egyébként az a vicces, hogy nem mutatja itt az energiájukat, amikor cserélnék játékost. Pedig úgy... Ki az, aki nagyon fáradt, megnézem. Moreno és Saucedo is eléggé. Én nem cserélek. Nem cserélsz? Én megnézem azért, mi a lehetőségem. Hát szerinted milyen? Saucedót leviszem, egy Jécsét kell helyére rakni. Azt tudom, az mi? Jobb csatár? Aha. Jécsé... Van egyetlen Jécsés... Nincs is Jécsét cserének! Hát milyen keret ez? Akkor csak egy sima... Akkor Saurészt berakom. 64-es, nagyon jó. Amíg 67-est hoztam le, jó az úgy. Jó van, ennyit cseréltem. De azért csatárnak fontos, érted, azért mégiscsak a góllövők. Persze, fontos. De egy hátvédet is cserél egy csatárnak. De várjál, le se cserélte. Várjál, tiszta szar. Bam! Saurészt... Oké, szia! Mindjárt. Nem baj, jó az! De bejött Chávez, jó van. Chávez? Suárez! Mi az, hogy Suárez? Suárez! Ja, de ez nem az a Suárez. Nem, ez valami után gyártott, ne aggódj! Ez a bolíviai Suárez. Más tudom, az igazi Suárez honnan valósi. Na jó van, figyelj! 2-1, úgyhogy szedd össze magad, nekem szerencsére van lehetőség. A kis ember! Az biztos nagyon jól sprintel amúgy. Nincsen ellenállás. Hoppá! Előszabály! Nagyon jó, az az, ugye? Aha. Oké, jó, tudom azért nagyjából a dolgokat. Oké. Okay. Ez szép lett volna amúgy. Egyébként már rúgtam rá, tehát hogy amikor igen, ő igen, ott igen, láttam a mozdulatból, hogy... Ó, nagyon jó, azt ugrani fog érte a hülyéért. És ez meg bement volna, és csak így sétált volna utána. Volna, mindig csak volna. Ó, nagyon nem jó. Ó, nagyon nem jó! Fú, ezt nagyon megkockáztattam. Júj. Hát Les, Moreno. Igen, tehát... Moreno lesem. Ezért nem is baj. Kéne piros lap szerintem amúgy. A lesért? Oké. Okay. Jaj, ne. Hoppá! Anfield MC Custom Rules. Oh! Nézd meg azt a védést, hát mi volt ez? Hát öcsém! Érted, alig van erő. Ó, oh, nagyon jó! Fuss! Fuss! Az gyönyörű adás! Gyönyörű passz! Tehát azért egy ilyen helyzetet ennyire elcseszni, azért ez a művészet. Igen, hát én nem szoktam fifázni, ennyi az egész. Aha, magasabb voltál. Bakker. Ó, ne. Oh shit. Nem szeretem, amikor te vagy a kontrál. Nem tetszik a dolog. Hoppá! Azt figyelted, micsoda klasszis. Szép volt, nagyon amerikai focis volt. De hát ez meg nem tud futni. Dölöngél össze-vissza. Dölöngél? Na jó, nyugodjunk meg. Van még idő, az a baj, kúrosok idő van még.
Nem tetszik a dolog. Nincs már olyan sok, az a de. Baj. De! Nem futnak föl! Ne! Gyerünk, nagyon jó! Mehet is! I believe I can fly! Hát Moreno, figyelj, hát... Na, hát a bolíviai sztár. Na jó, szerintem nekem már így kb. Mindegy, úgyhogy én felmegyek ultra támadásra. Igen, én is pont ezt akartam javasolni, szerintem adj bele mindent, tehát most már itt nem lehet szórak. Ó! Oh! Oké, ne! Oda fog a passz... Jó, hát azt szerintem ne firtassuk. Jó, de azt hittem valamelyik jól tud rúgni, most egyszer lehetne szerencsé. Hát egyszer lehetne, igen. Nem mondod! Oh! Öregem! Jó, persze! A picsába! Fú, ezt nagyon elcseszem ezeket, nem figyelek oda. Félvára ez mi volt? Nem ez tudom, mi nem volt? Volt, köszönöm. Nem tudom, de megbecsülöm. Ó, de szar! Á, nincs jó, transition. Figyelj! Nagyon jó! Gyerünk, rúg, de ahol túl késő! Igen, ez a fura egyébként a FIFA-ba az NBA-hez képest, hogy az NBA-be egyből dobja, tudod? Uh-huh. Itt viszont kicsit eltávolodik tőle a testétől a labda. És akkor meg kell várni, míg beéri. Gyerünk! De azért látom, te is ultra védekezésre kapcsoltál. Hát eddig is szerintem úgy próbáltam beleadni mindent így a védekezésbe, amit itt tudok. Oh shit. Az igen! Jó. Na jó, akkor kicsikét nyugodjunk meg, jó? Jó, Patrik? Nem kell, nem kell, gyere csak! Tetsz a nemi, hogy így szemészkednék veled? Ouch! Már nyomtam a paszt, ez mindig amikor már nyomom, akkor veszed el. Igen. Igen, ez a FIFA, ez ilyen. Ezek hát a bronzjátékosok, bakker. Szerintem a macskád el lesz adva. Egy jó érzésem. Még semmire ne. Hoppá, megint les. Ez hogy lett volna les? Hát onnan. Ja, tényleg. Basszus. De rossz. Oké. Okay. Jó, még 68 perc, még mindig van idő, az a baj. Ez nem tetszik nekem. És azt kéne nekem is, kéne az a baj, nekem is itt van az én nyomás, hogy kéne rúgnom egy gólt, nem annyira, mint neked, de kéne nekem is, hogy bebiztosítsam. Na most lehet, hogy meg lesz! Nem. Á, de ó, csoda védelem, ó! Ó, úgy ki az edzőnek, szia! Puszi. Na, azt mondja, hogy... Ó, micsoda beadás azt, vagy bedobás, te jó ég. Ez nagyon érzem a dolgokat itt. Figyelj, a kis ember! Uh-huh. Na, jó volt, én cserélek. Cserélsz! Nekem is kéne akkor, hogyha már így beadtad a lehetőséget, akkor már én is. Meg vagyok. Oké, okay, baby, én is. Nagyon jó. Olyat változtattam, tüske alakzatban vagyunk, érted? Tüske alakzat? Jó van. Én nem változtattam semmi alakzatot, pont leszarom, nem is értek hozzám, úgyhogy csak játszok, azt kész. Oké. Okay. Nem jó. Az a baj, hogy szarban vagyok, hogyha védekezni kell, mert most annyira támad, az igen. Igen, neked pont az kéne, hogy te legyél a kapumnál mindig. 14-3, csere a pályán, 3-as följön, 14 le, pont fordítva, de mindegy. De ez nálad van ez a csere? Ja, igen, mert ugye fáradt a kis akárkim. Fiatal beadás az jó? Nem baj, biztos, hogy megyünk, jó van az. Kár, hogy ilyen fradi nincs meg ilyesmi. Jókat röhögnék. De van ilyen mod hozzá, csak... Ah. Hát mod? Hát nem annyira szeretem modokat, én rájöttem amúgy. Hoa! Basszus! Ouch, shit! Igen, tudom, hol fogod passzolni. Úgy tudom, minden lépésre lehet, én a Matrixot is látom! Patrik! Hát ne! Ne! Basszus, ne már! Öcsém, ne csináld ezt velem! Mekkora gól! Hát ez hatalmas! Ezt Messi se csinálta volna szebben. Ez nagyon nagy gól. Tüske alakzat! Basszus, a tüskédbe! Öcsém, ez gyönyörű volt, ezt meg kell hagyni, ez nagyon szép gól. Ah. Öregem! És akkor figyeld, mindjárt rúgsz egy gólt. Hát ez ilyen. Nem. Hát ez ilyen. De nem akarok ízni 11-es vagy, abban szar vagyok. Még van hosszabb ütás is. Nincs fönt senki, miért nem futnak fel amúgy segíteni? Meg kéne várni őket, mi? Uff, baszki.
Na most már megint nem vagyok kényelme ember, az a baj. Tehát én ezt nem szeretem úgy játszani ezt a játék, hogyha nem vagyok kényelmi pozícióban. Nem arról szól ez a játék. Figyelj! Basszus! Gyerünk! Ó, az öregem! Egy más. Basszus! Pedig a szép lövés volt. Az csak jó volt a kapus. Mondjuk nem kell sokat mozognia, úgyhogy nem volt annyira szép az. 2-2, jó az a meccs amúgy. Miért? Jó. Hát az meg lett volna. Hát meg lett volna, szép lett volna, az biztos bevitted volna, de én ezt ugye eltekintenék ettől a lehetőségtől. Ne! Ó, öregem. Azzal nem mész át, ugye? Ugye nem megy át? Nem. Köszönöm. Nem. Jó. Jó, basszus, ebből hosszabbítás lesz, az vagy. Te most, hogy jobban bright vagy ebben a tempón? Ne! Ne, mint annyira kéne félni, oh, hát fölrúgtad, vissza! Hogy néz ki az a bíró? Piros! Igen! Smelc! Aki már rúgott egy gólt. 9 emberrel játszok. Nagyon jó. Fölrúgtad, és mit kapok még érte? Csak egy szabadrugást. De ezekben én szar vagyok, én ezt nem tudom, hogy kell rúgni amúgy. Hát azért az... Hát azért az... nagyon vérszegény. Hoppá! Öcsém, nagyon kemény vagy. Most emberelőnyben vagyok? 2-vel. Tehát én 9 emberrel. De jó ég! Jesus! Ezt nagyon... Azon, hogy gondolkoztam közben, hogy mit csináljak, és akkor így szépen el lett véve a labda. Ez itt a baj, tudod? Ne csináld, van túl jobb vagy! Miért? Ne csináld, izgulok valamit. Ó, 3 percet hosszabbítod a szemét, disznó. Ne, még lesz egy gól, figyeljél. Ugye ez így nem lesz, jó? Oké, nagyon jó! Gyerünk, basszus, milyen szép védelem! Ez most nem 11-es. Miért lenne? Á, teljesen tiszta volt. Ez nagyon szép védelem, nagyon szépen kivédted. Ez tényleg, ez basszus, ez nagyon keményen adtad. Az igen. Ott maradt a földön, szia! Basszus! Szia! Igaz lett volna jó, hogy ott marad a francba. Basszus, ha rúgsz egy gólt a 9. percben, tényleg leszívom a bokámat. Ne! Nem! Jó, ne! Úristen, az agyam az már így lüktet. De miért esett, hogy... Ne! Jó, 2-2, hallod? Milyen izé szoros mes lesz ebből? Azt a mindenit. Mi ez? Biztosan folytatod? Hát még jó, hogy... Nem! Kilépek, szia! Mi ez? Választ! Biztos folytatod? Igen! Hát ez milyen hülye kérdés ez? Hogy ne folytatnám? Bíró Pedro Orteguilla! Hoppá! Gólkülönbség! Mi van? Idény még egy... Mi? Ez mi? Nem tudom, ez mi. Egy döntetlenek beszámolta először is, azért 4 pont jár, gondolom. Én meg 1 pontot kaptam. De most is mi van? Kilépek! Most belépési játékba folytatás, most ez mi? Oké. Okay. Hát akkor... Ez most micsoda? Hol a hosszabbítás? Hát én nem tudom. Öcsém, na jó van. Akkor hát... visszavágó? Hát akkor persze. Hát öcsém! Na hát ez... Csodálatos. Ez elég röhelyes volt. De most ez mi volt? Biztos folytatod? Nem tudom, elég érdekes volt. Na jó, hát akkor figyelj, hosszabbítunk egy teljes meccsig. Oké. Okay. Hoppá! Jó, nem baj, úgyis egyébként úgy kezdett állni a dolog, hogy lehet, hogy megnyered. Tehát, hogy én így jobban jövök ki ebből amúgy. Nekem meg rossz. Legalább egy pirosam sincs most. Igen, szóval is te is jól jöttél ki ezzel az újrakezdésből. Mindjárt meg lesz. Igen. Ez most nagyon vérszegény támadás a sikeredet. Azt hiszem, hogy belepasszolod, de nem. Ne! Érde! Milyen kicsi az a gyerek? Az igen? Gyerek, azt lehet, hogy van 30 éves. Oké. Okay. Oh shit! Ne, oh les. Fuck! Nem les! Nem le, miért nem? Fogd meg, jól köszönöm! Hú, öcsém. Na, ez most jó beadás volt. Nekik valamit intézzünk, jó? Nem szeretnék én itt kikapni Patrik ellen. Most jött ki az albuma, túlságosan elszállna tőle. Ó, micsoda próbálkozás! Kisember?
Milyen alacsony? Mennyi lehet? 160 centi? Én nem láttam amúgy. Az. Jó, megvan. Baszki, de közben arra figyelj, hogy mekkora a gyerek, hogy mindjárt rúgsz egy gólt. Tök jó. Hú, csinál, izomfejelés volt azt a rohadt, hogy beleadta az egész gerincét. Az egész hátulat. Gazella, izé. Gazella, ja. Torkot harapott volna azzal. Hát körülbelül. Ajaj. Ajaj, nekünk lenni, hogy tudni cselezni. Gépfegyver. Ada. Ada, jó van. Pusjál értem, ilyen. Jaj, ne. Nagyon szép, nem. Gyerünk, tisztázz, gyönyörű tisztázás. Beadással nem járok jól, tehát... Egy ember, mondom, beadással én nem járok jól. Nem. Úgyhogy nekem mások kell próbálkoznom. Igen, mondjuk így, szia. Szia. Oh, shit! Tudta minden mozdulatom előre. Ezek ilyen... Ilyen szorulás. Ne! De hogy nem? Hova lőjem? Nincs emberem! Ez a helyzet! Gyerünk, ugrálj, gyerek! Damn! Bakker, nem hiszem ezt el, nem hiszem el. Mi volt az? Ki? Oh shit. És mi? Hárman vannak mögötte amúgy. Tök jó. Jó kis védelem. Ó, ne! Menjél be! Vissza, menjél! Most! Nagyon jó, köszönöm a paszt. Nincs mit. Nincs mit. Aha. Ezt elhittem nagyon. Ez én is! Oh, ez jó, ez a szegmet. Kaptál egy szögetet tőle ajándékba, puszika. Nem, hiszem el! Nem áll! Smet! Bem! Ezt nem hiszem el. Ezt én sem hittem el, figyelj. Csináltam neked egy szögletet. Öcsém, és egy gólt csináltál nekem. Bakker. Hogy is mondtad az előbb? Köszi! Vicces gyerek vagy, na gyerünk. Ó, basszus, kulcs, nem hiszem el. De basszus, az előbb már majdnem nyertem, miért nem hagytam el tovább? Basszus, nem hiszem el. Na jó, valamit gyerekek, valamit találjunk ki. Mindjárt is kipróbálom azt a tüske alakzatot. Már nincs a tüske alakzat, de nyugodtan. Hát jó, hát de lehet, hogy nekem, hogyha lesz, akkor az jó lesz. Persze, lehet, hogy rúgsz 5 gólt. Biztosan, igen, arra van esélyem itt. 5 gólt rúgni. Azt tudom, egyet hogy lőttem, vagy kettőt hogy lőttem, azt sem tudom. Ó, basszus, ez most mondjuk ez ilyen struggle lesz az egész végig. Nem? Gyerünk! Ne! Nem hiszem el, basszus! Kettő úrom már nem állok fel. Dehogy nem. Mennyi? Én is felálltam, két ember nem de volt. De nem, ott úgy volt, hogy 1-0-ról, 1-1-re, 2-1-ről, 2-2-re. Ja, tényleg, csak két embert. Igen. 2-0-ról már nagyon-nagyon brutál nehéz lesz felállni, az a baj. Dehogy is. Na, de. Tehát főleg úgy, hogy nem vágom ezt a játékot annyira. Te meg már nagyon benne vagy itt a dologban, nagyon beleindultál, az a baj. Már szóval... megszoktam ezt a csapatot. Igen, ez itt a jó neked. De miért arra mész? Ó, micsoda gól, gyanús! Ez gól lett volna. Begurult volna, kicsit kiakadtál volna, mi? Hát... Jó, gyere, fuss! Hogy fönnakadt a gyerek, mi? Baszki, hova futó? Öcsém, ez az ember védeke. Basszus, nem hiszem. Baszki! Túlfutok! Tényleges vagy! Gyerünk! Kisebben! Na már rögök! Úristen az égben! Hát ez mi? De kis baba gurítja így a labdát. Itt a labdát! Jó, itt most vagy! Most röhögtem, bazeg, és közben nem fogtam a joystickot. Mit leraktad, vagy mi? Nem, hanem fogtam, de arra kellett figyelnem, hogy ne fulladj. Mindegy, mit magyarázok? Hova futtok? Öcsém! Ne! Az nekem fájt. Basszus. Jó fejen küldted. Jó fejen küldtem. Ne oda! Hát nem az, hogy berugold, vagy befejeled helyettem. Tök az igen? Éltem volna. Fuss rá! Miért? Nem ő volt kiválasztva! Nem ő a kiválasztott! Nem hiszem! Nagyon előnyben vagy már. Jó. De még a lába is köszönöm, hogy hagysz egyébként egy kicsikét.
érvényesülni. Hát most hova is? A szénkirúgás volt! This is how we do it! Közben itt a fülesre is szenvedek, mert össze is az igen. Az igen. Közben a fülesre szenvedek! Nem a legegyszerűbb a dolog. Ne. Na, 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 hopp, 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 nekem ez a cselezés amúgy az oda-vissza. Ennyit értek a full... De ez, csak kifához. Nyomni kell, az igen! Ne! Ó, nem! Így mit kell nyomni, nézd! Köz? Hoppa, nem így! Nem mindig sikerülnek, Nem mindig sikerülnek a cselek! Nem mindig sikerülnek! Azt nem! Hova viszel? Nem, ki akart... itt oh, shit! Ki akartam rúgni, csak... Figyelj! Oda! Az oda! Igen. Oda! Az igen. Oda! Oda! Nem! De igen! Nem! Ne. Rosszög lett! Arra még van esélyem. Ez Reed? Nem a lövésgomba. A lövésgomba ugye nem rúg a kapu felé. Hú, basszus. Azt a rohadt életben. Nagyon nagy szívásban vagyok. Állítsd full támadóra. Azt tudom, hogy kell, úgyhogy tök mindegy. Nem tudom, hogy kell. Tényleg fogalmam sincs, hogy kell. Meg állítson full támadó perc, az neked legyen esélyed izé rúgni gólt. Hát de neked kéne esélyed, nekem most hát nyilván nekem kéne, de látod, látod azért nekem eléggé jól ott vagyunk a kapu környéken mindig, szóval le, van itt esély. Nem... Az igen? Nem tartom. Ne, 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 ezt hogy ment be? Át nem akartam tudom, de venni, nagyon, de... Nagyon lehetetlennek tűnt. Jó, 2-1, oké, nagyon jó, 43. perc, rendben, van esélyünk, bőven van esélyünk visszahozni. Erről van itt szó. Csak az, hogy te itt nagyon be vagy vadulva itt, fiacskám. Ne, jó, oké, rendben. Nyugodjunk meg. Jó. Nem könnyű megnyugodni. Nem. Egy ilyen gól után, tehát tényleg lehet, hogy fölhozom. Lehet, hogy Szola István Bolíviát irányítva elköszönhet és Új-Zélandon, bármi lehet. Ez már szó. Maradjanak velünk, folytatásunkban. Fussál, fussál. Most kell rá támadni, most kell rá csinálni. Csüld rá! Baszd! Itt vagy még! Nem hiszem el! A bicsába! Na, 2-2! Na így már, Isten ember! Hát ez nem sikerült. Ez aztán hosszabbítás, úgy hiszem. Fú, megint 2-2! Öcsém! Öcsém, ez milyen gól volt? Ez nem is hiszem el, hogy ezt így sikerült. Olyan volt, mint én rúgtam. Olyan volt, mint amit én rúgtam. Olyan volt, de jön ki a fülemben ez a szaros fülhallgató, tiszta idegesítő. Nem baj, csináld csak. Fú, ma megint 2-2, ma megint 2-2. Na, Smelca nagyon kemény, de viszont ő már jó fárad, az a jó. Nekem meg azért úgy megoszlik a góla az emberek között, úgyhogy... neked csak egy sztárjátékosod van, a Smelc, le kéne séríteni valahogy. Mondjuk így 16-oson belül rúg csak fel nyugodtan. Ja, jó, tetszene mi? Igen. Ez nagyon jó. Úr volt. Úristen, mekkora gól. Az jól jött ki. Jó. Atya úristenem. Na nézzük. BKK van egy ilyen... Budapesti közlekedésük. Ja. Na jó van, nem cserek egyelőre. Fú, na hát nem semmi ez a meccs, azért maradjunk annyiba, nem? Tehát azért ez komoly. Óba! Ne. Azaz. Aha. Figyelek egyébként, baromi rajta vagyok itt a dolgokon. Nagyon fosok. Ó, nagyon. De köszönöm. Mi? No! Nem, ez a legtisztább, Jó. Oké, jó. Majdnem. Almost. De nincs ott senki! De ez meg elesik a saját lábába. Leelhát! Új-zélandi sztár. Bolívia! Ne! Basszus, egyébként les is volt, persze. Les. De azért szép volt. Hát szép jó, volt. Szépnek. De éppen, hogy les, oda néz a franc egye meg. Nem baj, meg kell próbálni mindent, mert... Én, ha megint döntetlen, akkor megőrülök. Tehát akkor, akkor még egyet lejátszani. Tiszta hülyeség, hogy nem adja be a izét. Nem kell itt izé izgulnod, ne aggódjál semmit. Nyugodj el a francba. Ó, az... Azért benned is megállt a szar egy pillanatig.
Nem, azt éreztem, hogy nem lesz. Most áll meg a szar bennem, hogy te jössz innen. Ó, aztán visszamegy legalább, hogy kirúgod. De miért a kapus kezébe? Jó, nagyon jó. Gyere ide. Oké. Okay. Ah! Micsoda jó támadás lesz ebből, figyelj! Csak az, hogy megint nincs fönt senki, ugye túl gyorsan. Megyek át a támadásból, védelemből támadásba. Nagyon jó, gyerünk, ugrál! Ez az! Kettő húzol, Moreno! A 77-es sztár! Öcsém, odanél! Na, akkor most sün a lagzat. Vissza! Sül! Vagy mi volt az? Tüske! Tüske vár! Sünön is van tüske! Sül alakzat, azt mondja! Na, nézzünk valamit! Keret! Jó, igen. Téged lecserélek. Erre? KTK. KVK-ra lecserélem, jó az? Alakzat. Hol volt a sünös? Bal csatár. Most ez hogy áll amúgy? Ó! Ja, értem. Találtam jobbat. Gyémánt alakzat. Az jó hangzik, ilyen nagyon megalázónak hangzik. Én meg az egész HV csapatomat lecserélem, mert nagyon rá fogsz itt menni a támadásra. Úgyhogy inkább itt a Raldez. Most tényleg rám megyek, úgyhogy fénike. Mindegy, Eugenio. De most megint visszaraktam azt, akit levettem, vagy nem? Ah, franc tudja már, olyatok a nevek, azt tudom, kik kicsoda. Na. Nem, most jó, hátul jogunk is. Jó az! Ezek? Jó az! Na jól van, viselik! Viselik! Vigyázz vele, hallod, 70 vagy 66-os. Oh my god! Ah, te meg 3-at cseréltél. Én 3-at. Én nem szaroztam. Elmehetek a picsába az egy cserémmel. Ne, tényleg az egész izé, hátvéd felállást ki kell cserélni, mert most nekem full védelemre kell menni. Igaz, nem tudom átállítani, de tök mindegy. Nem kell itt azért támadásgatni. Meg aztán figyelj, hogy támadás belefér 4-2-re, nem lenne az se rossz egyébként. Hogy? Ha 4-2-re föl tudnám húzni magam, az se lenne rossz. Na, nagyon bátor gyerek vagy te, Patrik! Nagyon kemény vagy! Megyek én a kapusra is. Mennyi! Visszamennyi! Pussá, ó! Ne! Hoppá! Meg ez fura égne a fot... Baszki, ne! Jó, zsírt! Ez mi? Mi volt ez? Les volt. De milyen magabiztos volt ez a bíró? Baromire magabiztos volt. Nem volt semmi a csávó. Uha! Oké. Okay. Hoppá. Football for hope. A kutyának. Hölgy, ott van, futsz a hope-nak. Hopp! Hoppá. Ne. Figyelj, hát eddig már voltak olyan klasszis lövések. Ó. Hát azt hittem ez is bemegy. Én is, az ósanos izé melegítőbe. Hoppá! Dekatlon. Hát a dekatlonos. Én Tribord, tudom. Tribord márka. Nem. Oké, jó szépen. Az nekünk onnan. Jó az. Jó az. YouTube EA Sports, ez is a YouTube-ra megy. Na! Azt hittem, azt ellopja valahogy. Nem tudom, hogy gondoltam. Oké. Okay. Seggengüttem azért. Basszus, hogy még mindig baromi sok idő van, az a baj, rengeteg idő van, rengeteg. Bőven föl tudod hozni, ez ami nekem nem tetszik. Nem szeretném, hogy itt elvesd itt magad. Elvesd magad, érted? Ne! Galázia! Bakker! Hú, smelced, nagyon fáradtam úgy. Tedd ide. Mi az a hat? Mi volt az a hat ott fönt? Volt valami 6 perc. Hát, hogy időhúzás. Időhúzás? Majdnem úgy mentem emelte! Nagyon szép! És figyelj, ebből gól lesz, gól alert! Nah, nem annyira. Annyira mégsem. Nem olyan veszélyes az alert! Ne! Red alert! Azt hittem bemegy. Nem baj, rakom rád a nyomást, basszus, hogy meg akartam nyomni a cutscene-t! Köszi a nyomást! Ó, basszus, elcsesztem. Gyerünk! Jó, gyorsabb a csatára, hát tudod, frissebb a csatárom, vagy mi a hátvédem. Hát, igen. More fresh. Szavatossága még nem járt le. Jó, hát semmi. Ez érdekes, figyelj, leves jó kocka. Az. Oda. Hoppá, még fel is csappantottam. Azért! Oh!
az piros! Kiállítás! Ez a bíró nagyon kemény. Itt minden szabálytalanság piros. Hát ez mi volt? Hát ez csúnya volt. Ez csúnya volt. Ezért Bejzagán. Meg is vernének egy meccsen, nem vagy izé. Meg is vernélek egy meccsen. Baszki! Nem én. Yes! Nem hiszem el! Nem hiszem el, ha megint 3-3, megint kiestem a kényelmi zónából. Hallod, ennek sose lesz vége, amúgy. Jó van, úgy izé, mindjárt túl a barátságon. Figyelj, legyen vége az egésznek, mert akkor segítek, tehát. Az egy vicces, picit. Vicces gyerek vagy. Hát nem tudom, hogy volt a tervem egyébként. Ez a hosszú... csend. Hosszú csend van! Basszus! Azt hittem bemegy. De jó lett volna! De Bartos. Jó lett volna! Basszus kulcs. Nem hiszem el. Megint izé lesz, döntetlen lesz. Nem lesz az, nyugi. Nem lesz, jó. Há? Oké, örülök neki. Ó, csoda, passzok! Ne, elcsesztem. Ne. Ennyi hibát elkövetni. Ez ilyen megbocsájtatatlan. Nagyon szép! Fuss el, ki vagy te, Sigmund Freud! Sigmund, ki jött a kapus? Sigmund! Moreno, de mindegy. Le akartam hozni Moreno, de jó, hogy nem tettem. Fú, apám. 4-3. A picsába. A rohadt életbe, mi? 12 Hú, percig szép. Van még. 12, még mindig baromi sok idő. Az nem bírom, az a stresszt, én ezt nem bírom, ez nem nekem való. Ez nem nekem való. Opa. Igen, ezt egyébként meg kell szokni. Ezt meg kell, én nem bírom. Ez is meg sört annyira mellékesen. Mit? Jó, jó. Semmi. Ez is meg sört a meccsek közben, szépen lemutatják az idegeiket. Én nem bírom már itt a dolgokat. Nem, jó. Oké. Nagyon jó, köszönöm. Ne. Nagyon jó. Oké, kicsikét nyugodjunk meg, jó? Mert nem bírom én... Ó! Oh! Figyelted? De két góllal sem tudok elmenni, hogyha megfigyeled, tehát mindig csak egyel, és akkor utána felhozod, és akkor kényelmi zónának adni. Örülj már neki, hogy egyemész! Baszki, megint fel fogod hozni! Most! Ne! Ne, fuss meg, utána! Erről van szó! Szeretem ezt a Bolíviát, esküszöm, nekik fogok drukkolni. Bolívia meccson, én ott ülök, én ott vagyok. Az fix. Bolívia all the way, baby. Veszek egy meszt. Az Oceanban veszek egy Bolívia meszt. Az jó. Még mindig van idő. Még van. Nekem ez a csel, látod? Basszus! Még úgy vettem, ez a csel? Jó csel? Jó csel? Én ennyit tudok, a leforgást tudom csinálni, azt kész. Ja, azt én is. De így kész. Ne, elcsesztem. Mondjuk annyira nem. Nem baj, jó, aggódjál. Nem voltam toppon. Baszki. De szép védelem. Úristen. Apám, hallod, én már nagyon kész vagyok. Én ezt nem... Legyen már vége. Én azt várom, hogy legyen már vége ennek a szarnak. Már egy órája, amit játszunk. Órája stresszelek már. Megőrülök már! Francba, hát egyszer nem igaz! Úristen! Mindenkinek ugyanolyan izéje van. Úristen, az a közönség, az durva. Öcsém, 4-4, én nem hiszem el. Én ezt nem hiszem el. Tehát ennek sose lesz vége amúgy. Úristen! Jó van, még van, hogy megpróbálunk itt felhozni. Ó, basszus! Majd mindjárt én megpróbálom, nyugi. Jó van! Jó lesz az, gyerünk! Az már, de hol? Ez mit csinál? Én nem tudom, ez mi volt ez a dolog. Baszki. Ne. Ne, hát én is azt mondom. De én nem úgy, de... Mennyi hosszabbítás? Nem tudom, szerintem egy ilyen 2 perc. 3 perc? Ó, baszki, ne. Egy támadás belefér, nyugodtan, figyelj Isti, nyugodt legyél, maradj nyugodt. Nem szabad elkapkodni a dolgokat, mert Anfield keményebb falat, mint hittük volna. Nem jó? Baszki? Ne! Ó, öcsém, hát nem igaz. Megőrülök. Ne, és még a végén még be is rugod a gólt a végén. Meg, ne! Fújja már le a bíró a francba. Gyerünk. Nincs itt emberem. Persze, hogy nincs.
Ne! Jó. Úristen! Na, elől, utolsó lehetőség, gyerekek, gyerekek, úristen, fogjuk meg, jó? Utolsó lehetőség. Baromira utolsó lehetőség. Baromira. Ó, de szar lett volna! Ó, ha nagyon idegesítő ez most. Tényleg nem bírom az idegeim. Oh. Ne! Azt miért fújta le? Hát az összes gólt Schmelz rúgta nálad. Oh. Öcsém. És amúgy ilyenkor mi van? De én nem tudom, miért nem lehet hosszabbítást kérni. Vagy, de olyan hülyeség, miért nem lehet hosszabbítani? Nem tudom. Ó, öcsémnek sose lesz vége. Szerinted csináljunk olyat, hogy aranygól. Igen. Aranygól. Azaz... Jó, golden goal, oké. Az ugye azt jelenti, hogy az első gólig. Igen. Jó, oké, jó, benne vagyok, aranygól. Hát nem tudjuk más eldönteni, basszus. Azt a mindenit. Fú. A rohadt életbe, de durva ez a játék. Szerintem most megint rá fogok függeni egy kicsit amúgy. Ezek után nem bírom én ezt. Hú. Fú, basszus. Jó, van, mehetünk. Akkor aranygól. Itt dől el minden, Patrik. Itt. De úristen, hát én azt mondtam, hogy ízni, nem leszünk ennyire egy szinten. Azt mondtam, hogy így szét fogsz alázni. Áááá. Én nem vagyok jó fifás. Én meg egyedül a csapatommal tudok játszani. Ja, értem. De tényleg, akik szarok, azokkal nem tudok játszani. Azért van... És persze te kezdesz, de jó? Azért van 10 milliós csapatom. Úristen. Rendesen rápörögtél az Ultimate Teamre akkor. Próbálom itt elvonni a figyelmedet a játékban. Na, aranygól legyen? Igen. Oké. Okay. Nyugi. Én nem vagyok nyugodt, de nyugodtan mondogass csak. Ó! Igen, is... Moreno! Veszélyes Moreno! Leves kocka. Basszus, mindig Morenónak kell passzolnom. Csak az a baj, hogy nincs olyan ikon passz, mint az NBA-ben. A sokkal jobb. Tudod, hogy megjelenik fölöttük az ikon, és akkor izé oda passzolja, megnyomsz. Gyerünk! Ne, léci! Ó, ne! Basszus, de jó, hogy elment fölötted! Úristen, hallod, ennél szerencsésen nem leszek soha büdös életben. Hallod, ez nagyon közel volt. Ez nagyon, nagyon közel volt, öcsém, ez nagyon veszélyes. Ezt nem hiszem el. Fú, bakker, szóval azért ehhez kellett egy szerencse, baszki. Ehhez kellett, ez... mert nem is fölötte ment amúgy el, hanem így kicsit mögötte. Nem, így mellette, így séjjel mellette, és így ennyi. Mondom, ezt egy jobb játékos berúgta volna, úgyhogy... Hát igen, de hát ez ugye Bolívia. És Új-Zéland. Új-Zéland. Baszki. Jó. Nem ment volna amúgy be. Nézd csak. Figyeld meg. Nem ment volna be? Na nézzük. Figyeld. Még ez a kis ember azt szerintem nem a legjobb rugó. De bement volna. Tényleg. Pont bement volna. Azért mondom, hogy... Vigyázott. Gyerünk. Basszus! Oh, jó. Nem baj. Basszus, ha diszkitek össze-vissza, ez a stressz. Nálam ez a stressz, nem a higiénia mellőzése, ez a stressz. Jaj, basszus, ott kellett volna ellopni, mert sokan vannak most fönt. Most kell átvenni! Most! Fuss érte, te nyomi! Erről van szó. Nyomi, az kb. Izé. Fel annyit nem bírnék így, izé, de mindegy. Még a Bolívia is ott szará oldan engem. Húha, nagyon sok utat érdem. Menjünk innen ki, jó? Mi volt ez a szendvics? Ez durva volt. Ne! Ne! Oh! Ah, pedig Moreno! De megnéztem volna most a fejet, hogy mit... Ne, hát majd látni fogod! Olyan koncentrálós fejem van, hogy beszarsz amúgy. Nem, leves kocka. Nagyon nem jó. De... Jó. Basszus. Nem semmi. Hallod, most még nem lesz gól. Figyeld meg. Most még nem lesz gól, mi szépi. Csúnya lenne. Ne! Fussatok már rá! Miért sprinteli le? No! No! Fogd meg! Az mi gól volt? Öcsém! Ezt nem hiszem el! Ember!
Bakker! Gratulálok egyébként! Úristen! Asz, hallod, man. Egy óra meccs után! Úristen! Úristen! Úristen, ezt nem hiszem el! Nem hiszem el! Te na jól van! Úristenem! Úristen! Ezt fel kell dolgozni? Fel kell! Na, hát istikém akkor! Kurva életben! Na jól van! Hát akkor ennyi, én adom el az állatomat. Hát amint látjátok, hosszú, kemény idő után körülbelül 50 perces, vagy 55 perces, vagy nem tudom hány perces, mindegy már. Tehát videó után, vagy játék után, hát sikerült nyernem. Nagyon nehéz volt, tehát hogy gratulálok Istinek is, és hát köszönjük szépen a figyelmet, hogyha tetszett, mindenképpen nyomjatok egy lájkot, meg is oszthatjátok, fel is iratkozhattok, meg minden nap. Pisztácia, sziasztok! Te ez itt mi? Na csá! Megyünk tesómmal bevásárolni, mert csinálunk egy ilyen kis fincsi. Nem is süti, mi ez? Itt fúj a szél, várjál. Mi lesz? Hát ilyen sütifője, csak nem kell sütni. Mindegy, aztán megyünk hozzá alapanyagokat vásárolni, nem tudok beszélni, mert... És ennyi. Ilyen gyorsan meg is voltunk, úgyhogy megyünk aztán. De nem is süti.